Jó estét kívánok! A földi életformának a tudomány mai állása szerint úgy lesz vége, hogy egy ponton a nap elkezd nőni. És olyan nagyra nő, hogy a teljes naprendszert bekebelezi, tehát az összes bolygóz beleolvad a napba. Úgynevezett vörös óriás lesz a napból, egyébként ha felnéznek az égre, talán most ebben nem vagyok biztos, de lehet, hogy még ezeken a szeptember végi estéken látják az Antareszt dél felé, augusztusban még biztos, hogy látszott. Ezt egy kicsit várni kell, és december, január, február tájékán már látható lesz két vörös óriás is az égen. Az egyik az Orion csillagképnek a Betelgőz nevű csillaga, ott a bal alsó sarokban, a másik pedig a Bika csillagképnek az Aldebaranja. Ezek ilyen öreg csillagok, tehát naptípusú csillagok, amelyek már az idős korukban vannak, tulajdonképpen az életük vége felé. Na most hát a nap is ilyen fajta csillag, és a napból is egy ponton vörös óriás lesz, aztán hogy utána hogy folytatódik az élete, az sok mindentől függ, lehet szupernova robbanással is vége, be is zuhanhat önmagába, azt már nem lehet tudni, de a szempontunkból ennek nincs nagy jelentősége, a lényeg az, hogy akkor földi élet már ugye nem lesz. Ezen a drámai végkifejleten elgondolkodott egyszer egy barátom, aki egyébként nem zenész, de szereti a művészeteket, és ő maga egy művelt ember. És akkor ezen így elgondolkodott, és azt mondta, hogy akkor ezek szerint a Sixtus kápolna freskója az szénné fog égni, az aténi iskola szénné fog égni, a Hámolmise partitúrája el fog pusztulni, a Giberti paradicsom kapujának a bronz és aranyanyaga be fog olvadni, még az egyiptomi piramisok is elvesznek, akkor miért alkotunk? Mi értelme van annak, hogy alkotunk? Erre lehet azt mondani, hogy a napszerű csillagoknak az életéről tulajdonképpen néhány évtizede tudunk csak annyit, hogy feltételezhetünk egy ilyenfajta véget. Tehát korábban élt emberek ezt a kérdést nyilván nem tették föl, mert ők egy örök világgal számoltak, de hát ezt tudjuk, hogy egyáltalán nem így van, vagy ha így is volt, esetleg a romantika korában egy 150-200 évig születhettek a miért alkotunk kérdése olyan válaszok, hogy halhatatlanná akarok válni a műalkotásomban. Mondani se kell, hogy én ezzel különösebben nem tudok azonosulni, hát itt rövidre zárjuk a kérdést, és ezzel a fajta szemlélettel nem fogunk foglalkozni. De korábbi előadásokon többször is szóba került, hogy különböző korszakokat megnéztünk, és ott mindig tapasztaltuk, hogy világvége várás van, tehát a világot igenis egy sérülékeny, hulladó valaminek tartották. Az előző előadás sorozat záró koncertjének az elején beszéltem arról, hogy Cusanus kétszer is kiszámolta a világ végét, és a második számításai azok valahova az 1700-as évek közepére estek. Tehát az ő saját életkorához képest 300 éves távlatba gondolkodott, ahhoz képest nekünk ez a pár millió év egészen jó perspektívának számít. Tehát a világot egyáltalán nem gondolták öröknek, erről teológiai fejtegetések is vannak. Tulajdonképpen arra az arisztotelészi mondatra vezethető vissza az egész szemlélet, hogy valaminek vagy kezdete van, vagy maga a kezdet. Mivel a világ nem maga a kezdet, ezért nyilván kezdete van, aminek kezdete van, annak pedig vége is lesz. Tehát ezt a kérdést, hogy miért alkotunk, mert nem a jövőnek, ezt különböző korszakokban feltették, és erre különböző válaszokat adtak. Én azt hiszem, hogy ez ma különösen aktuális erről beszélni, egy olyan világban, amikor az égvilágon mindent adminisztrálunk, a legapróbb részletekig, de mindezeket olyan sérülékeny adathordozókra tesszük rá, amilyen sérülékenyek még soha nem voltak, tehát nem csak az elektronikus adathordozókra gondolok, de azokra is, hanem a papír is sokkal rosszabb minőségű, a festék is, tehát érzek egy óriási nagy ellentmondást abban, hogy egyrészről van egy ilyen adminisztrációs őrület, hogy mindent meg kell őrizni a jövőnek, ugyanakkor ezek olyan adathordozókra kerülnek rá, amelyek sérülékenyebbek még a középkori kódexek papírainál is. Tehát ennek az előadás sorozatnak az egyik célja az lesz, hogy megnézzük, hogy erre a miért alkotunk kérdésre különböző korszakokban, különböző gondolkodók milyen válaszokat adtak, ezekre milyen lehetséges válaszok vannak, és meg fogom engedni magamnak azt a szabadságot, hogy valamennyire értékelni, meg kommentálni is fogom ezeket a válaszokat. Ugyanakkor van egy másik célom is ezzel a sorozattal, és ma inkább ezzel a másik célral fogunk foglalkozni. Ez egy olyan fajta szemléleten alapul, ami viszonylag újnak mondható.
ami azt állítja, hogy nem beszélhetünk történelemről, kultúrtörténetről, művészettörténetről objektív módon, az embertől független módon, hanem az emberről beszélhetünk. Tehát nincs történelem, nincs művészettörténet, nincs zenetörténet, hanem ember van. És amikor a kultúrtörténetben beáll egy nagy változás, akár stiláris, akár bármilyen szemléletbeli változás, akkor nincs másról szó, mint az ember változott meg, pontosabban az embernek az öndefiníciója változott meg, és annak a tüneteként tapasztaljuk a kultúrtörténeti változást. Hoztam egy mondatot Pierre Boulez-től, ami egyébként jobban korábban mondott, mint ahogy ez a szemléletmód általánossá vált volna, de szerintem nagyon érdekes, azt mondta egy interjúban, hogy nincs egyáltalán történelmi végzet. Az lesz történelem, amit csinálunk. Ebben nagyon szilárdan hiszek. Ha valaki azt mondja magáról, hogy a történelmi végzet sodorja, akkor már cselekedni sem tud. Bizonyos értelemben a történelmet nem csináljuk, történelmet csináljuk, nem pedig elszenvedjük. Tehát az egyik lépés a történelmet elszenvedjük től, hogy a történelmet csináljuk, és van még egy lépés, amikor azt mondjuk, hogy a történelmi magunk vagyunk. Ebben az értelemben valószínűleg zenéről sem lehet beszélni az embertől függetlenül, úgyhogy ha a zenét meg akarjuk érteni, a zene három természetét meg akarjuk érteni, akkor mindenekelőtt az embert kellene megérteni, és az ember megértéséről fog szólni az első előadás, nem tudom miért tűnt el a kép. Meg is vagyok. Jó. Elég messzire fogunk indulni, tulajdonképpen higgyék el nekem, hogy Makótól indulok és Jeruzsálembe fogok érkezni, tehát most egy darabig egy ilyen rögtönzött bibliaóra következik, de ígérem, hogy ki fogunk lyukadni a zenéhez. Most az előadássorozat az nagyjából úgy fog kinézni, hogy ma inkább szövegelni fogok és egy kevés zenét fogunk hallgatni a végén. A további két előadáson sok zene lesz, különféle ilyen játékok is lesznek, tehát gyakorolni fogjuk, hogy hogyan hallgatunk zenét. Még az is lehet, hogy én fogok önöknek kérdéseket föltenni, szemben a szokásos, hogy önök tesznek föl nekem az előadás végén. És ahogy hát most már hagyománnyá kezd válni, a sorozat végén lesz egy koncert, ez február 7-én lesz, most már kiderült. Tornyai Péter, Balogh Máté és Jómagam közös szerzői este, ahogy ez lenni szokott itt a BMC könyvtárában. No, hát akkor induljunk el Makótól. Kivetítve tetszenek látni egy mondatot a Máté evangéliumából görögül. Kiemeltem két szót sárgával, az első az úgy hangzik, hogy psziché, a második pedig úgy, hogy pneuma. Nézzünk meg néhány magyar fordítást erre a mondatra. Károlival kezdjük. Ímé az én szolgám, akit választottam, az én szerelmesem, akiben az én lelkem kedvét lelé, lelkemet adom ő belé. Tehát a psziché és a pneuma két különböző szó, de Károli mind a kettőt léleknek fordítja. Menjünk tovább. 1990 Magyar Biblia Társulat. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki. Itt is ugye két lélek szó van, a második nagybetűvel kezdődik, de lehet, hogy csak azért, mert mondatot kezd. Szent István Társulat. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben tetszésemet találom, kiárasztom rá a lelkemet. Már ugye a fordító szembesült azzal, hogy nem kéne ugyanazzal a szóval visszaadnia, a pszichét és a pneumát, kihagyja a pszichét teljesen, és tulajdonképpen az érzelmi részt emeli ki, ezzel a forgalom, hogy tetszésemet találom, viszont a lelkemet nagy ellen írja, tehát itt valamennyire utal már arra, hogy itt egy szent dologról van szó. Káldi Neogulgáta. Íme a szolgám, akit választottam, a kedvencem, akiben lelkem tetszését találta, ráadom a lelkemet. Na, ugye két lélek szó van, a másik nagybetűvel van írva, vagy picit azért megkülönböztessük a kettőt. Ez az én szolgám, ilyen békés dalos fordítás, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik, rálehelem lelkemet. Ugye megint elkerüli, hogy a pszichét le kell fordítania, a lelket kis elvelírja. És végül egy Simon Tamás László féle. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, íme akit szeretek, akiben örvendezik a szívem. Ez nagyon érdekes egyébként, tehát a pszichét szívnek fordítja, valószínűleg az érzelemből indul ki. Lelkemet adom neki, nagy ellen, de hát ugye ez is mondatot kezd. Tehát itt van hat fordítás, és egyik se adta vissza exakt módon a psziché és a pneuma szavak különbségét. Az eredeti vulgáta, Szent Jermosféle fordítás minden esetben nagyon következetesen visszaadja ennek a két szónak a különbségét.
amennyiben a pszichét animának, a pneumát spiritusnak fordítja. Itt hozzá kell tenni, hogy nagyon úgy tűnik, hogy egy kicsit ez az egész kérdéskör, ez a magyar nyelvre specializálódik, ugyanis az angolban is a spirit és soul, illetve a németben geist és a zéle szavakkal ugyancsak megkülönböztetik ezt a két kifejezést. Na most, ha fölmennek az internetre, és rákeresnek arra a szóra, hogy trihotómia, akkor egy darásfészekben találják magukat. Óriási viták folynak az interneten komoly tudósok között is, tehát nagyon komoly színvonalas teológiai cikkek jelennek meg, és teológiai cikkeket dobálnak egymásnak a trihotómia és a dihotómia vitája kapcsán. A trihotómia hívei azt mondják, hogy az embert három részre osztjuk, testre, lélekre és szellemre. A dihotómia azt mondja, hogy az embert két részre osztjuk, testre és lélekre. Abban is van köztük különbség, hogy a dihotómia hívei azt mondják, hogy a test halandó, a lélek halhatatlan, míg a trihotómia hívei a szellemet tartják halhatatlannak, illetve a lélek kérdésében egy kicsit bonyolultabb a helyzet, de ezt majd mindjárt ki fogom fejteni. A vita nagyon erős és időnként nagyon indulatos, ami egy picit meglepő. Minden esetre úgy tűnik, hogy ki van hegyezve sajnos egy kicsit a történelmi egyházak kontra a nem történelmi egyházak kisebb közösségek közötti vitára, ahol is a történelmi egyházak képviselik a dihotomikus álláspontot inkább. Ez tulajdonképpen érthető, ugyanis a történetnek a végkifejlete az, hogy 869-ben a 8. konstantinápolyi zsinaton elítéli az egyház a trihotomia elvét. Itt azért érdemes elmondani, hogy ebben a döntésben politikai motivációk is vannak, ugyanis a 8. konstantinápolyi zsinatot megelőzte egy bizonyos Fótiosz nevű konstantinápolyi pátriárkának egy elég agresszív döntése, azt hiszem talán kiközösített valakit a nyugati oldalról, pontosan nem emlékszem. Tehát az első komoly olyan gesztus volt, amihez aztán majd később a nagy egyházszakadás vezetett, és erre mint egy válaszképpen a 8. konstantinápolyi zsinat, ami lehetett volna a 8. egyetemes zsinat, de is nem lett az, elítélte Fótiosz 26 tantételét, és abból a 11. volt a trihotomia elmélet. Na most azért nem lett 8. egyetemes zsinat, mert a keleti egyház nem fogadta el zsinatnak, tehát nem fogadta el egyetemes zsinatnak, a határozatait sem fogadta el, és a keleti egyház azóta is vallja a trihotomikus elképzelést. Na most nagyon óvatosnak kell lenni, hogyha az ember az interneten ebben a vitában szétnéz, mert tele van tévedéssel. Most legyünk jóhiszeműek, és mondjuk azt, hogy ezek tényleg tévedések. Például az egyik cikkben azt olvasom, hogy egyébként ennek a mondatnak az eredetije az az Izaiás könyvében található. Tehát ezt az evangélium beidézi ezt a mondatot. És azt írja az egyik cikk, hogy az eredeti Izaiás mondatban nincs két külön szó, hanem mind a két helyen az a szó van, hogy nefes. Ugye tehát az ókori ószövetségi szóhasználatban is két különböző szavuk volt erre a két szóra, a ruach, az felemel a pneumának, és a nefes, az pedig a pszichének. Azt írja a cikk írója, hogy az Izaiásnál ugyanaz a két szó van. Hát én azért gyanakodtam és utána néztem, és nem. Az elsőnél, tehát, hogy örvendezik benne a lelke, ott van a nefes, ragozva, soul, angol fordításban. A lelkemet, vagy a szellememet adom rá, pedig a ruach. Tehát az eredetiben is ez van. Egy másik cikkíró azt mondja, hogy igaz, hogy itt még következetesen két különböző szó van, de a Septuaginta viszont mind a kettőt animának fordítja. Na ez se igaz, ennek is utána néztem. A Septuaginta görög nem animának, hanem pszichének és pneumának, ott van az elsőnél a psziché, örvendezik benne a lelkem, szellememet adom rá. No, én nem igazságot szeretnék tenni ebben a kérdésben, hanem azt gondolom, hogy ez azért nagyon lényeges, mert az a fajta elképzelés vagy rendszer, amit a zene kapcsán ki fog alakulni, annak ez a szemlélet az alapja. Én azt állítom, és most megpróbálom egy pár perc alatt ezt be is bizonyítani, hogy a két fajta nézőpont között nincs akkora különbség, mint első ránézésre látszik, sőt, mi több, a kettő teljesen összebékíthető, abban az esetben, ha mind a kettőt jól értelmezzük. És azért most néhány érvet erre fel fogok sorakoztatni. Valamennyire kritizálni is fogom azokat, akik vitatkoznak az interneten, ugyanis a Bibliából nem néznek ki. Tehát nem néznek ki a világba sem időben, tehát nem mennek vissza az ókorba. Nem nézik meg aztán, hogy a középkorban ez a szemlélet
éle még vagy nem, illetve összehasonlítanak különböző kultúrákat. Tehát például egyáltalán nem biztos, hogy az Ószövetség szóhasználatát össze lehet hasonlítani az Új Szövetségével. Egyáltalán nem biztos, hogy az Evangélium szóhasználatát össze lehet hasonlítani a Páléval. Még folyton ezt teszik, hogy a táblázatokat írnak, és mennyiségi alapon próbálnak bizonyítani ezt vagy azt. Úgyhogy mi most egy kicsit jobban szét fogunk nézni. Én ennek elég alaposan utána mentem, és most a szemelvényeket fogok tudni itt önöknek behozni, mert hát nincs természetesen idő többre. Hát azért kezdjük az elején, az evangéliumokban úgy tűnik, hogy a psziché szó kevés kivételtől eltekintve olyankor kerül elő, amikor valami érzelmi dolgot akar az író kifejezni, tehát például Jézus, amikor azt mondja, hogy felette szomorú az én lelkem, mint halálig, akkor a szomorú szó érzelmet fejez ki, utána a lelkem a pszichével lett visszaadva. Más esetben a psziché általában olyankor kerül elő, amikor arról van szó, hogy aki az életét meg akarja menteni, elveszíti, azt, aki elveszíti, éretten megmenti, azt. Ez nagyon sokszor előjön az evangéliumokban. Vagy életnek, vagy léleknek fordítják, itt mindig a psziché szó van. A psziché szót lehet-e életnek fordítani? Hát miért ne? Tehát a psziché is etimológiailag a lélegzéssel van kapcsolatban. Praktikusan, amíg lélegzünk, addig élünk, tehát ez szerintem teljesen rendben van ez a fajta fordítás. Ez a két nagy csoport, ahol a psziché előfordul. A pneuma az már sokkal elvontabb mondatokban található. Például itt, hogy Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kiadá lelkét, írja Károli, kiadá szellemét, kiadá pneumáját. Ezt is lehet fordítani kilehetének, mert a pneuma is etimológiai áramlatot, levegőt, szellőt jelent. Szinte minden vita partner hivatkozik, pro és kontra is erre a mondatra, ez a Pál Tesszaloniki Jakhoz írott első levelének a búcsú formulája, ez a Vulgáta fordítás, spiritus anima corpus, tehát ugye három szavunk van, a pneuma, psziché és a szóma szavak lefordítására, tehát most mondjuk, hogy szellem, lélek és test. És akkor hát itt is a legkülönféle fordítások vannak, de a Károlyt érdemes megnézni először, ugyanis ő egész egyszerűen a pneuma szót nem fordítja le. Pontosabban nem tudjuk, melyiket fordítja le, mert csak egyet ír, egy szót. Azt, hogy lelketeket. Viszont odaírja elé, hogy a ti egész valótok, ami egy nagyon helyes fordítás, ez a szókapcsolat, ez benne van az eredeti görögben, ez a bizonyos ólókléron, ümon, a ti egész valótok, az Károly számára a lelketek és a testetek. Most nem kell a Károlyt ezért megkövezni, mert ő egy magyar ember volt. És nagyon sok jel mutat arra, hogy a magyar hagyomány inkább a kettős értelmezéshez húz, valószínűleg ezért nem volt szavunk még rá. Ugyanis a szellem szót azt Kazinczy találja ki a 19. században. Na most egyébként van előzménye, mert a huszita Bibliában szerepel a Szent Lélek helyett a Zenth Zellet nevű nagyon érdekes és érdekesen hangzó szókapcsolat, ami talán nem baj, hogy nem maradt meg a köztudatban, a Szent Szellet. Nézzünk egy másik fordítást. Ugye a modern fordításoknak már rendelkezésére állna a szellem szó. Most egy szellem szó jó-e vagy ne, az most nem vitatkozzunk, lehet egyébként vitatkozni rajta, nem feltétlenül jó, nem is feltétlenül rossz. Mindenesetre nincs más, tehát ez a szó, ez rendelkezésére állna az újabb fordításoknak, de nem élnek vele. Egyébként ez nagyon különleges a Simon Tamás László fordítása. Ő ugyanis azt írja, hogy őrizze meg lelketeket, elméteket és testeteket. Hát ez nagyon furcsa, mert a pneumát ezek szerint lefordítja a léleknek, és ha komolyan veszük a sorrendet, akkor a pszichét elmének. Mert ha legalább fordítva lenne, akkor már azt tudnám mondani, hogy nem is rossz, ugyanis a pneuma, illetve a spiritusnak, hogy fogjuk látni, főleg Szent Ágostonnál, meg általában az egyházatyáknál, szinonimája tud lenni az intellektus szó, tehát az értelem, elme, értelem, a szinonimája tud lenni adott esetben a spiritusnak. Tehát ha ő fordítva rakta volna a két kifejezést, akkor még tetszene is. Viszont, és ez nagyon érdekes, hogy ezt a bizonyos ólókléron, ümón, a ti egész valótokat nem fordítja le, hanem helyette, oda teszi a testetek után, hogy teljes épségben, tehát én ebben is látok valami kis jelképiséget. És akkor egy meglepő fordulat, a Szent István társad lefordítja. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket, testeteket fedhetetlenül. Az egész valótok itt sincs benne.
Valószínűleg, ha megkérdeznénk a fordítót, azt mondaná, hogy szinonimákról van szó, tehát hogy ez egy irodalmi formula, azért használt két külön szót, hogy választékosan fogalmazzon. Itt még annyit szeretnék elmondani, hogy a pál a testnél azt a szót használja, hogy szóma, és nem a sarx, illetve sarkoszt, amit más esetben használ. A latin fordítás, hogy a szómának a korpus, a sarxnak pedig a káró. A káró az a hústestet jelenti. Hát amikor nagyon szuggesztíven fel akarja hívni a figyelmet, hogy a mulandó, a húsból, anyagból lévő test mennyire szemben áll a szellemi valósággal, akkor használja a káró szót a pál. Itt nem azt használja, itt a korpus szóma szót használja, ez a sokkal nemesebb értelemben jelenti a testet. És végül a legfontosabb mondat, aminek a mai zenénk szempontjából is szerintem nagyon nagy a jelentősége. A János evangéliumban van a pneuma o theos mondat, amit úgy fordít Szent János, hogy spiritus est deus, és hát ugye a Károly nem fordíthatta másképp, mint úgy, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Na most, egy olyan korban, amilyenben ma élünk, és azt a harmadik előadásnak igyekszem majd bebizonyítani, hogy egyébként minden nagyon figyelemre méltó szellemi törekvés ellenére alapvetően mi a romantika korában gyökerezünk, egy érzelmes, érzelgős, szentimentális világban élünk. És rengetegen gondolják, tehát százalékos arányban is rengetegen gondolják úgy, hogy lelkük azért van, mert hogy vannak érzelmeik. Tehát onnan érzik bizonyítva, hogy van lelkük, hogy vannak érzelmeik. Tehát a lelket azonosítják az érzelmekkel. Na most, ha az Isten lélek, a lélek egyenlő érzelem, akkor ha az Istent lélekbe kell imádni, akkor pontosan az fog történni, ami történik a liturgiában és a liturgikus zenében, hogy az Isten imádása az nem lesz több valami fajta esztétikai köntösbe ágyazott érzelmi öblengésnél. Én tulajdonképpen ezt jelképesen nem erre a mondatra, hanem erre a szemléletre tudom visszavezetni. Erre még azért a későbbiekben vissza fogunk térni, és ez is egy olyan pont, amit a mai biblia fordítások már korrigálhatnának, de nem korrigálják. No, akkor most egy kicsit jobban szétnézünk időben is, térben is. A vitatkozó felek, mondjuk azért ez már ritkán fordul elő, hogy Platonra hivatkoznak, de ha Platonra hivatkoznak, akkor hivatkoznak rá a trihotomisták és a dihotomisták is. Ugyanis a platoni lélekértelmezésben nagyon nagy különbségek vannak az ő fiatalkori, meg időskori művei között. Találkoztam egy olyan terjedelmes dolgozattal, ami arról szólt, hogy a Platon lélekértelmezését lényegében nem lehet kiolvasni a műveiből annyira különbözőek. Azért ezt én elhoztam, mert legalább gondolatébresztőnek mindenképpen jó lesz. A Phaedrosban van ez a fajta hármas felosztás, amit itt látnak, a vágylelke, a haraglelke és az értelmes lélek. Itt két dolgot kell megjegyezni, az egyik az, hogy az értelmes lélek a to logisztikon, a logosz szóból származik, tehát mert ugye a Platón nem használja a pneuma szót még, ő mindenhol pszühét ír, viszont Vanyó László professzornak van rengeteg írása erről, hogy a logosz és a pneuma az lényegében szinonimának is tekinthető, és a logosz teosz, illetve a pneuma, tehát ágion, ezt ők még így abban az időben nem írják, ezek megfeleltethetőek egymásnak, tehát a logosz az mindenképpen egy ilyen nagyon, nagyon mély teremtő valóságot jelent ebben az értelemben, ami ezek szerint az embernek is a sajátja az értelmes lelkében, a logisztikonjában. A másik, amit meg kell jegyezni, hogy ez egy olyan résznél van a Phaedrosban, ahol a misztikus elragadtatásról beszélnek a beszélgető partnerek. És ha visszaemlékeznek, akik itt voltak a tavalyi előadáson, amikor a középkori kontemplációs gyakorlatokról beszélgettünk, és ott ugye a Szent Viktori szerzetesek meg Kuzánus is leírt azokat a szinteket, ahova az ember fokozatosan elmélyül, ahogy egyre előbbre jut ezekben a kontemplációs dolgokban, a végén tulajdonképpen szinte már elragadtatott állapotban jut el egy olyan belső valóságba, ami nagyon hasonlít arra, ahogy itt a beszélgető partnek a Phaedrosban erről az értelmes lélekről, a tó logisztikonról beszélnek. Na most a pneuma szó az a sztoikus filozófusoknál jön elő,
És itt van az, amit Chrysippos is ír, hogy tűzszerű áramlat. Tehát az áramlat, a levegő, a fuvalat az megmaradt, de tűzszerű. Tehát itt már megjelenik az a kép, ami aztán majd a lángnyelvekben is előjön, amikor ugye tanítványok megkapják a szent lelket. Illetve nagyon fontos az a mondat, hogy és mindennel egyesül, tehát hogy nem az embertől függetlenül beszélnek erről a dologról, hanem minden teremtmény részesül a pneumában. Origenész, aki egy vitatott figura a kereszténységben, de nem lehet kétségbe vonni, hogy nagyon nagy a hatása a keresztény gondolkodás, lényegében a sztoikus filozófiát fogalmazza újra ebben a mondatában, ugye a mindent átjáró áramlatban. Origenész alexandriai Kelemennek volt a tanítványa, aki egyébként alexandriai Szent Kelemen, tehát ő nem vitatott figurája az egyháznak. És ő ezt az egész logosztant és pneumatant kapcsolatba hozza a bölcsesség könyvének az itt látható részével, ahol ugye kiemeltem sárgával a pneuma és a psziché szavakat. A pneuma, noeron, az azt jelenti, hogy az értelmes szellem, tehát az értelem szelleme, hogy az értelem szó itt megint előkerül. A középplatonikusokról kevés szó esik, mert ők hárman voltak, és kettejüknek a művei nagy részt elvesztek. Az Albinosznak a Didaskalikosza maradt meg többé-kevésbé teljességében. És ez azért nagyon érdekes ez a szöveg, mert ő itt arról beszélt, tulajdonképpen az egész zűrzavarnak az alapja valahol itt van, hogy ezt a belső szellemi, lelki valóságot, amit most nevezhetünk pneumának, spiritusnak, szellemnek, akárhogy, ezt nagyon nehéz definiálni. Tulajdonképpen az egész probléma innen ered, hogy ezt nagyon nehéz definiálni. Azt mondja, hogy az érzéki szenvedélyekkel eltelt emberek, ha egyáltalán vállalkoznak a szellemi valóság elgondolására, ahhoz hozzágondolják a nagyságot, alakot, gyakran színt, érzékelt tulajdonságokat képzelnek bele, nem teljesen tisztán gondolják el a szellemit. Pedig az Istennek világosan elkülönülnek az érzékelhető dologtól, és azokkal nem keverednek. Itt van egy érdekes felosztása, mivel a léleknél, hangsúlyozom, a léleknél kiválóbb az értelem, a lehetőség értelemnél meg az, ami ténylegesen mindent egyszer és örökké gondol, amelynél még jobb ennek az oka, és ami még ezek fölött van az első Isten. Tehát még csak nem is két részre, nem is három részre osztja, hanem mint a hagymának a burkai úgy képzelje ezt az ember, mindig lehet egyre mélyebbre és mélyebbre menni. A nagy kedvencem pedig Plotinos, és úgy tudom, hogy Bali Jánosra ezzel nagyjából egyetértünk, mert mind a ketten nagyon szeretjük Plotinoszt. Állati bonyolultan fogalmaz, de mégis kérem, hogy próbáljuk átrágni magunkat ezen a szövegen, mert nagyon fontos. Tehát ő logosz sorról beszél, ugyanúgy, ahogy az előbb Albinosz különböző rétegekről beszél, ő logosz sorról beszél. Minden logosz sorra vonatkozóan van egy utolsó logosz, mely szemlélődésből született, és maga is szemlélődés, abban az értelemben, hogy szemlélődés tárgya. A szemlélődés szóról a következő eladáson bőven esik szó, ezt most hagyd ne magyarázza meg ezt a mondatot. Ezelőtt van még egy teljes logosz, ami kétféle. Az egyik különböző lényekben különbözős, nem a természettel, hanem a lélekkel azonos. Na, ez nagyon érdekes. Tehát azt mondja, hogy a lelkünk az különböző. Az utolsó logosz az nem. Na most hát persze, hogyha például a lelket az érzelmekkel azonosítjuk, hát különböző dolgok, különbözőképpen reagálunk érzelmileg. Mondjuk, ha jönne az ellenség, akkor arra nagyjából ugyanúgy reagálnak, mert elkezdenünk félni. De nem mindenki, tehát azért van, aki fogna a fegyvert, szembefordulna, és még örülne is, hogy mehet neki az ellenségnek. De másképp nézünk ki, más a hangordozásunk, mások a szokásaink. Tehát minden olyan dolog, másképp gondolkodunk, egy ráció is a középkori értelmezés szerint a lélekhez tartozik. Tehát minden olyan dolog, amit a lélekhez tudunk tulajdonítani, az nem ugyanaz mi bennünk. Tehát itt egyéni különbségek mutatkoznak. Megint csak szeretnék visszautalni, hogy a kontemplációs gyakorlatoknál is leírták ezek a jó szerzetesek, hogy ahogy az ember mélyül el ezekben a gyakorlatokban, megszűnnek az egyéni különbségek. Tehát a gyakorlatban egyszerre résztvevő tagok közötti egyéni különbségek is folyamatosan megszűnnek. Szent Ágostonról nagyon sokat kellene beszélni, most nincs rá idő, tehát csak nagyon röviden két részletet hoztam tőle, de egyébként ezzel a témával kapcsolatban nagyon tudom javasolni a Szent Háromságból szóló írásának a negyedik könyvét, az lényegében erről szól. Szent Ágoston szokta érni a vád, hogy tulajdonképpen a spiritus és az animál szavakat ő keverte össze.
Én bár nem ismerem az egész életművet, sok mindent olvastam tőle, és igyekeztem mindennek eredetiben utána nézni, nekem az az érzés, hogy egyáltalán nem keverte össze. Ő a spiritus és az intellektus szavakat valóban használja szinonimaként, de az animát akkor használja, amikor azt kell, és ez a két részlet arra is példa lesz, hogy mennyit árthat ennek az egész dolognak a rossz fordítás. Itt Szent Mónikáról van szó, az édesanyjáról. Kinyújtottad utánam a magasból kezedet, és kiragadtad lelkemet mély sötétségből, mert hűséges szolgálód az én anyám több könnyet sírt el színed előtt érettem, mint amennyit az anyák gyermekük temetésével szoktak ontani. Sírt, mert látta, hogy halott vagyok azon hit és vallásos szellem részére, amely ő benne a te ajándékod volt, s te uram meghallgattad őt. Tehát az anima léleknek van fordítva, a spiritu szellemnek, tulajdonképpen minden rendben lenne, mit keres ott az a szó, hogy vallásos. Tehát ez pont elveszi az élét ennek a dolognak. Nem volt vallásos Szent Ágoston? Dehogy nem. Jó, hát majd néha is a valláshoz húzott, aztán meg egy másikhoz. A szellem részére volt halott, a pneuma részére. Azért kellett a lelkét a sötétségből kiragadni, azért kellett a lelkét, az életét, a pszichét megmenteni. Tehát ez a vallásos szó, ez kifejezetten szerintem keresztül húzza a szövegnek az erős mondani valóját. De tulajdonképpen még valahol viccesebb ez a másik. Na itt a lélekről van szó. A lélek parancsol, s a test húzakodás nélkül engedelmeskedik. A lélek elrendeli, hogy például a kéz megmozduljon, és olyan gyors az eredmény, hogy alig lehet parancs és végrehajtás között határt vonni. Pedig a lélek szellem, a kéz pedig anyag. Tehát animus, animus es. A lélek, lélek. A lélek nem szellem. Itt ez a lényeg. Tehát az, hogy van egy élettelen test, korpusz egyébként, tehát én nem anyagnak fordítottam volna a testnek, nem káról van, hanem korpusz, amiben, hogyha a lélek kerül, akkor megmozdul. A lélek lélek. Tehát, hogy vajon mit gondolhatott a fordító? Azt, hogy egy csúnya szóismétlést követett el a szerző, amit neki ki kell javítania? Tehát szerintem pont ebben van a szöveg lényeges mondani valója. No, mivel hogy ez a bizonyos 8. konstantinápolyi zsinat a trihotomiát elidéri, innentől kezdve teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet beszélni test, lélek, szellem hármasságról, viszont a misztikusok, köztük is elsősorban rajnai misztikusok megtapasztalnak valamit, amiről igenis akarnak beszélni, és mivel nem mondhatják azt, hogy szellem, ezért keresnek egyéb kifejezéseket ennek a visszaadására, és erre rengeteg változat van, csak egy példát hoztam, a Meister Eckhartnak a legbelső alap, tehát a lélek alap, lélek alapja nevű kifejezését, de van, aki lélek csúcsának hívja, van, aki belső embernek, erről mindjárt lesz is szó. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az egyház ilyen döntése ellenére a szellemi ember az nem elégszik meg a kettes felosztásra. Szent Ágostonnál pedig megjelenik a belső ember fogalma, ami a belső ember és a külső ember, ugye ez látszólag a kettős felosztásnak felel meg, szerintem igen, tehát az elején elmondtam, hogy ha jól értelmezzük mind a kettőt, akkor nem mondanak ellent egymásnak. Tehát ha azt mondjuk, hogy az embernek van egy anyagi természetű időnek alávetett valósága, és van egy anyag fölötti immateriális időnek nem alávetett valósága, akkor ez egy kettős szemlélet, de ez is teljesen megfelel az igazságnak. Szent Ágoston nagyon szerette Cusanus, olyannyira, hogy számtalan Szent Ágoston mű megvolt neki otthon a polcon, nem tudom, voltak-e polcok a 15. században, és ezekbe aláhúzogatott, belejegyzetelgetett, kiírogatott a margóra dolgokat, és a Szent Ágostonnak a belső emberre vonatkozó mondatait nagyon szerette aláhúzni. És van olyan széljegyzete is, hogy jól figyelj a belső emberről szóló tanításra például. Van egy ilyen széljegyzete Cusanusnak. No, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a hármas felfogás mögött a Szent Háromság tudat húzódik. Felix Hopper vagy Hoppernek van a híres könyve a Medieval Number Symbolism, amire a legtöbb a késő középkorra foglalkozó zenetudományos cikk hivatkozik, és az ő első fejezete arról szól, hogy az első olyan szám, amit az absztraháló ember elkülönít, és amire rácsodálkozik, mint számszimbólum, az a hármas. És ennek a magyarázata nagyon egyszerű: család. Olyan értelemben is, hogy férj, feleség, gyerek, olyan értelemben is, hogy nemző, nemzet,
és a kettő közötti kapcsolat, amit mondhatunk szeretetnek vagy köteléknek. Tehát a hármas szám az az emberi absztrakt gondolkodásnak az egyik ős mintája, tehát az ős tudatban annyira benne van, hogy tulajdonképpen nem is lehet ez másképpen. Az ember hármas felépítését a Szent Háromsággal pedig éppen Kuzánusz hozza kapcsolatba ebben a részben, ahol szépen kiszíneztem mindent, ami szerintem fontos. Mivel a mindent összekapcsoló világlelket vagy világszellemet, hogy kijavítja a mondatom belőle saját magát, mert hogy muszáj megmagyarázni, hogy miről van szó, tételezték, amely által bármely teremtmény részesedik a rendben, hogy így a világmindenség része legyen, és aztán most utolok egy kicsit, a szeretet pedig összeköt, ezért a szeretetet, ami Isten vagy Caritas, szellemnek mondható, aminek ereje átjárja a világ mindenséget. Ez a mondat, ez pedig Aquinói Szent Tamástól ered, az Isten szeretet és szellemnek nevezzük. Quod amorin Deo dicitur spiritus írja ugye a kompendiumban. És akkor a kérdésbe tegyen rendet Aquinói Szent Tamás, vagyis ő az egyház tanító, aki azt mondja, hogy világos, hogy mivel az ember élőlény, ezért van vegetatív lelke, mivel érzéki lény, ezért szenzitív lelke is van, és mivel ember, ezért értelmes lelket is birtokol, hogy ez nagyon hasonlít a Platónnak a hármas felosztására. Ott van a tó logisztikon az értelmes lélek, de ennek a konklúziója fontos. Az értelmes lélek elpusztíthatatlan, a vegetatív és szenzitív lélek azonban pusztuló, mert pusztuló szervek megvalósultsága. Tehát nyilvánvalóan egy szentimentális kor, mint amilyen a miénk, az nem tud mit kezdeni egy olyan mondattal, hogy a szenzitív lélek pusztul. És akkor itt rátérünk a zenére, ugyanis én ezen a ponton azt állítom, hogy a zenének a tőkébe egészen az ókortól legalább a 16. századig, de vannak jelek arra, hogy tovább is, élő hármas felosztása az analógiába hozható ezzel a fajta trihotomikus felosztása. És ugye ennek a legtöbbet idézett példája és a legnagyobb tekintélye van a kérdésben a Boétius, hoztam róla egy aranyos képet, nekem ez nagyon tetszik. Aki úgy osztja fel a zenét, hogy van a mindenség zenéje, a musica mundana, van az ember zenéje, a musica humana, és van a hangszerrel megszólaltatható zene, a musica instrumentalis. Most ebből legalább kettőt, a mundánát és a humánát valószínűleg a Ptolemaiosz Harmonika című művéből veszi, és az instrumentalist pedig talán ő rakja hozzá. Na most itt a dolog nem áll meg, ő tovább osztja újabb három részre mind a hármat. Ugye a musica mundana az teljesen egyértelmű, hogy ez nem hallható zene. Ez egy jelképes értelemben értelmezett zene, nem hallható. A musica humana az hol hallható nem, hol nem, tehát különböző ugye, szerzők is hivatkoznak ugyanerre a hármasságra, illetve a musica humanában van, ami hallható, van, ami nem, majd erre mindjárt ki fogok térni. És csak azért akartam most előre bocsájtani, mert hogy vajon meddig tart ez a szemlélet a zene történetben. Az előző előadás sorozaton hoztam azt a példát, amikor Matheson és Bach vitatkoznak, és a Matheson egy ponton kétségbe vonja a musica mundanának a létezését, amiből számomra az következik, hogy még létezett a musica mundana elképzelése a Matheson korában, mert volt mit kétségbe vonnia. Ugye azt mondja a Boétius, hogy az égi testeknek a szabályos mozgásáért hangok és konszonanciák felelősek, ugye ez pütagóreus elképzelés, a földi világban, ami minden szempontból a négyességgel van összefüggésben, négy elem, négy égtáj, négy évszak, négy napszak értelmében, azt is a hangok rendje irányítja, és hát a növények növekedését is, ez nekem különösen tetszik. Én megpróbáltam meghallgatni a növények növekedését, még nem adtam fel egyébként, tehát ilyen április-májusban, amikor már kell neki a veteményesben a dolgok, akkor próbáltam éjszaka teljes csődbe kimenni és hallgatni, de nem hallottam semmit, de szerintem egyszerűen csak az én fülem nem nincs eléggé kihegyezve ezekre a hangokra. Ugye az égi testek mozgásának az elmélete az elcsúszik aztán egy olyan irányba, hogy az égitestek hangot adnak. És ezzel aztán Tinctoris vitatkozik pár száz évvel később, hogy ezt nem így kell érteni, hogy az égitestek hangot adnak. Pedig nekem mondta valaki, hogy a Földnek a hangja a D. De még nem tudtam kipróbálni, hogy igaz-e az állítás. Na most a musica humanát pedig felosztja Tinctoris Boétius kétféleképpen is. És itt megint csak azt látom, hogy a kettős felosztás meg a hármas felosztás nem mond feltétlenül egymást ellent egymásnak.
a teoretikus és a praktikus zenélése. Ugye a teoretikus zenénél a zene nem kell még megszólaljon. Tehát a teoretikus zene az azt jelenti, hogy gondolkodunk a zenén, vagy írunk dolgokat, vagy zeneteoretikus, teoretikai értekezéseket írunk, de ott még nem kell egyetlen hangnak sem megszólalnia. Praktikus zenében nyilván már a hangok megszólalnak. A másik a hármas felosztás, és ezt alulról fölfelé magyaráznám, hogy a hangszerjátékot azt nem kell magyarázni. Aki tud hangszeren játszani, még nem biztos, hogy tud zenét szerezni, vagy költeményt szerezni. Tehát a költészet az ez esetben a verset is zenét, éneket zenét is jelenti. Tehát ez analogikusan a zeneszerzést is érthetjük alatta. Aki viszont tud hangszeren játszani és tud alkotni is, még mindig nem biztos, hogy érti a dolgoknak a belső összefüggését. Tehát, hogy érti-e, hogy a hangok miért úgy viselkednek, mi a hangoknak a belső természete. Ez számomra megint teljes mértékben analógiában hozható a szellemvilágával, amint ugye az értelemé is többek között. Ez nagyon szép ez a magyar szó, hogy értelem, mert az ér szó többől jön, ami eléri az, a forrást. Az ért szó többől jön, hogy megérti az ember a dolgokat. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon szép szó. Maga az alkotás tartozik az én olvasatomban a lélekvilágához, és hát a hangszerjáték, ami ugye materiális, tehát ott kúr van, meg ütőhangszer van, az pedig a testvilágához. És a hangszereket is felosztja Boétius három része, húros, húvos ütőhangszerek, ezt nem ő teszi egyedül így, és nem tudom, hogy van-e jelentősége a sorrendnek, mert például Cassiodorus, aki az ő kortársának, és ugyanez a felosztása van, de az ütőhangszereket veszi előre, tehát most ebből nem szeretnék nagyon messze menő következtetéseket levonni. De érdekes, hogy a húros hangszerekre azt írja jellemzésképpen, hogy ez a feszültség által képzi a hangot. Tehát a húr kifeszítettsége és megpengetettsége által. A fúvos hangszerek, na ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy a fúvos hangszer egy élettelen cső, amiben ha levegőt lehelünk, akkor emberi hangot ad. Hát erről nem tud nekem nem eszembe jutni a Szent Ágoston, amit írt a karról, hogy amikor a karba a lélek beleköltözik, akkor megmozdul. És az ütőhangszerek Boétiusnál is és Cassiodorusnál is ezek fémből készülnek, bronzból, ezüstből és egyéb fémekből és csengőbogó hangokat adnak. Na most ezt a Boétiusi hármas felosztást ismétli aztán tulajdonképpen a legtöbb zeneteoretikai író, akik közül sokat fel lehetne sorolni, csak néhány a Jacobus de Liège, ugye Speculum Musicae-ben, és ezt a hármas felosztást használja John of Salisbury a Polycratusban is, ahol egyébként nagyon kemény hangon ostorozza a hangszeres zenét. Tehát nagyon dühös a Salisbury a hangszeres zenére, mert az ugye nem, az nagyon materiális és nem szellemi. Roger Baconnál is, aki egyébként a zenét magát, tehát a hangzó zenét, az ember zenét felosztja pontosan úgy, ahogy a görög musziké szó is, költészet, hangzózene és tánc. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak a görögöknél volt, egy darabom kapcsán foglalkoztam egy rövid ideig az indiai zenével, és a hindu, a szanszkrit terminológiában van három szó, amelyek nagyon hasonlítanak egymásra, nagyjából ugyanazt is jelentik, a Sagita, a Sangita és a Samgita. Ez mind a három zenét jelent, és mind a három hármas értelemben jelenti a zenét, tehát költött zene, megszólaló zene és tánc értelmében. Tehát ugyanaz az elképzelés az ókori Indiában is élt, ami az ókori görögöknél is. Viszont hoztam egy példát, ami számomra nagyon kedves és nagyon tanulságos. A Monte Cassinói 318-as kódex az egy nagyon fontos és híres és sokat kutatott forrás. Számtalan zeneteoretikai írás tartalmaz, például az Arezzo Guidónak a Musica Engriadisa is benne van. És ennek a végén van egy három oldalas zenei műszótár, a Vocabularium Musicum, és nem tudom, amit leírva, de remélem, hogy jól mondtam. Vocabularium Musicum, ja igen, oda is írtam. Ami egy 101 néhány szócikket tartalmaz, az ismeretlen összeállító nem a saját definícióit írja le, hanem minden egyes szónál korábban élt zeneteoretikusoknak a definícióit veszi át, méghozzá 70%-ban a Szeviai Izidornak az etimológiájából
veszi a jelentéseket, és csak leírtam néhány szócikket, vagy néhány címszót, amivel foglalkozik. És az egész műszótár az a Sevillai Izidornak a, hogy úgy mondjam, filozófiáját követi, vagy szellemiségét, hogy mondjam most már ezt a szót, hogy szellemiségét követi. Na most az Izidornak pedig egy rendkívül érdekes felosztása van az emberzenéjére, tehát a muzika humánára. Itt pedig azt írja, hogy egyrészt, hogy van a harmonikus zene, ami az énekelt zene, tehát az ember hangján megszólaltatott zene. Van az organikus zene, az organikus szó, abban nagyon sok mindent jelent, de most úgy fordítanánk, hogy ez az élő, tehát ehhez már fúvos hangszerekre van szükség és orgonára, tehát az orgona is ebben a kontextusban a fúvos hangszer. És végül van a ritmikus zene, amihez fúvos hangszerek és ütők szükségeltetnek, hogy ezek megszólaljanak. Na most én ebben a hármas felosztásban is érzek analógiát a szellem, lélek és test hármasságához képest. És ebből a szempontból csak egy zárójeles megjegyzés, hogy így az orgona használata a keresztény liturgiában, ez egy nagyon vitatott kérdés, és tudom, hogy itt sem mindenkivel értek egyet, de amikor egy gregorián ének szól, és ahhoz orgona kísérlet társul, akkor nekem mindig nagyon az az érzésem, hogy a dolog a szellemi szférába egy kicsit le van húzva lelkibe. Tehát azáltal, hogy egy fúvós hangszeren akkordok szólalnak meg a zenéhez, de mondom, zárójel bezárva, ez a magán véleményem, tudom, hogy nem mindenki ért velem ebben egyet. És hát erről pedig eszembe jutott Dobszai Lászlónak ez a mondata, amivel valamennyire magamat is igazolva láttam, hogy talán mégsem zsákutca az az egész elképzelés. Ugye azt írja, hogy a gregorián, mint elsődlegesen dallamzene, spirituálisabb, zárójelben pneumatikusabb jellegű, mint a hangszeres zenék. Tehát ezt nem értettem zárójelben, hogy pneumatikusabb, ez így van a cikkben, tehát ezt Dobszai írja így, a spirituálisabb zárójelben, pneumatikusabb. No, tulajdonképpen ennek a sorozatnak a további egyik feladata az lesz, hogy megpróbáljuk ezeket a fajta zenéket definiálni. Ugyanis ha ez nem egy előadás lenne, hanem egy krimi sorozat, akkor a végére kellene hagynom a súszpoént, tehát hogy ki a gyilkos. De most mégiscsak a konklúziót most mondanám el, tehát hogyha nem beszélünk külön zenéről és külön emberről, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy az ember három természete az azonos a zene három természetével, és fordítva. És hogy a zene három természete közül a hangzó zenében vagy a létrehozott zenében melyik fog megvalósulni, arról nekem az a véleményem, hogy ez kizárólag attól függ, hogy az ember, aki létrehozza, ő maga milyen irányultságú, és ő maga önmagára hogyan tekint. Ezt fogom megpróbálni majd a következő előadásokon bizonyítani, nem biztos, hogy fog sikerülni. Ez nem egy vitathatatlan rendszer, tehát fenntartom, hogy én az előadásokat nem sietek, úgyhogy itt maradhatunk és beszélgethetünk róla, de sok zenét fogok hozni, és mégiscsak megpróbálom majd ezeket bizonyítani. Definiálni viszonylag könnyű lesz a korporális irányultságú zenéket, viszonylag könnyű lesz az animális irányultságú zenéket, és nagyon nehéz lesz definiálni a spirituális irányultságú zenéket. Mégis úgy tűnik, hogy ha olyan darabokat elemzünk, amiről azt gondoljuk, hogy ezek igenis spirituális töltetűek, illetve irányultságúak, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a szám mindig jelen van, tehát a számszerű zeneszerzési gondolkodás jelen van. Jelen vannak a szimbólumok, és nagyon gyakran a kettő összekapcsolódik a szám-szimbólumok formájában. Hogy ez mennyire nem egy exakt bizonyítás, hanem pedig egy személyes élményt szeretnék elmesélni. Ugye 15 évvel ezelőtt, kb. 2,5 évig jártam Dugai Barnabáshoz olyan kurzusokra, ahol Bach vonós, szólóvonós hangszereit, darabjait elemeztük, de ezt úgy kell elképzelni, mondjuk az Ámol hegedű fugát elemeztük fél évig, tehát elég részletesen ugye belementünk a dolgokba. És én ebben az időben egy olyan mély és kilátástalan alkotói válságban voltam benne éppen, és ehhez tulajdonképpen nagyon, hogy úgy mondjam, reményt keltően tapasztaltam meg azokat a számszerű dolgokat, számszerű gondolkodás, belső összefüggések tömegét, szimbólumokat, számszimbólumokat, amelyeket ugye kiolvastunk ezekből a
Bach művekből, és hát több se kellett nekem. Hazamentem, és éveken keresztül írtam olyan darabokat, amelyekben mindennel összefüggött, és minden számrendben volt téve, és minden arány így ki volt számolva, és életem legrosszabb darabjait írtam ebben a körülbelül másfél évben, amiből azt a tulajdonképpen keserű végkövetkeztetést kellett levonni, hogy ha az ember valóban spirituális irányultságú zenét akar létrehozni, akkor nem a számokat kell rendbe tegye, hanem saját magát. Ezt fenntartom, ennek ellenére azt is fenntartom, hogy ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy ezekben a zenékben a számok is rendben vannak téve. És most erre szeretnék hozni egy példát, ezzel fogjuk a mai előadásunkat zárni, és akkor innen fogjuk legközelebb folytatni. Most ezt megpróbáljuk meghallgatni, ha az internet is megsegít, akkor, mert ezt nem tudtam letölteni, csak a Spotify-on volt fönn. Egy 13. század vége felé íródott motettáról van szó, egy háromszólamú motetta, latin nyelvű, háromnyelvű, tehát háromszövegű, tehát mind a három szólamban más a szöveg. A Montpellier kódexnek a 8. kötetében található, a szerzője természetesen ismeretlen, és úgy fogják most nekünk ezt elénekelni, hogy először eléneklik a tenor szólamot a triplummal, aztán eléneklik a tenort a motétusszal, és aztán eléneklik három szólamban kétszer. És ezt azért fogják így csinálni, szerintem, mert a darab annyira rövid, kb. 40 másodperc az egész. Tehát önök most négyszer fogják hallani a darabot, először két szólam és kétszer három szólamban. Most akkor ki kell írjek. Jobbnál jobb fog, azt a reklámokat fogunk közben látni. Nagyon-nagyon rövid darabról van szó. És akkor egy kicsit nézzünk bele jobban, hogy ebben
nincs törvény. Itt a szöveget tetszenek látni, és kiemelten a fontos szavakat, azokat a szavakat, amelyek újra és újra előjönnek. Ugye láthatjuk az előző képen, akkor inkább vissza is megyek rá, az iniciálékban ezt a három hatalmas gyönyörű P betűt. Tehát ennek a három P betűnek, amely ugye a portászót rövidíti, ennek van a legfontosabb jelentősége a darabban. Na most akkor rögtön nézzük meg ennek a szójáték jellegét. Tehát a portá az ugye kaput jelent, illetve a portáre az pedig azt is jelenti, hogy vinni. A portá preminencié Szűz Máriáról szól a szöveg, annyit jelent, hogy a kiválóság kapuja. A portá penitencié az pedig a bűnbánat kapuját jelenti, mind a kettő ugye Szűz Máriára vonatkozik. A porta premitencia, kiválóság premitencia, kiválóság kapuja, ugye az a kapu, amin az Isten igéje belép ebbe a világba és megtestesül. A porta penitencia az pedig az a kapu, amin a bűnbánó lélek ki tud lépni, illetve föl tud emelkedni. Ez ugye a keresztény metafizikának tulajdonképpen az alap két kifejezés, az alászálló és a felszálló mozgás, ugye görög szóval katabázis és anabázis, tehát ez a két kifejezés, ez rögtön erre a kettős mozgásra utal, az Isten leereszkedés az emberhez, és az ember felemelkedése az Istenhez. Na de azt látjuk, hogy a triplum szólam ugye ezzel a szókapcsolattal kezdődik, de később a motétuszban lejjebb ugye előjön ugyanez a portá preminencié. Ugyanakkor a motetusznak a kezdő portá penitencié szókapcsolata, az pedig előjön a triplumban lejjebb. Tehát van egy keresztalakú hivatkozás, ha ezt összekötjük vonal, akkor egy keresztalakot kapunk. Ugyanakkor alul a sorok végén, tehát a versszakoknak a végén, illetve a tenorban látjuk háromszor feltűnni azt a szót, hogy portás, és ez is két dolgot jelenthet, ez jelentheti azt, hogy kapuk többes számban, és jelentheti azt, hogy viszed egyes szám második szemében. Mindkét értelemben szerepel a szövegben, mert a Jézus Krisztus porta, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztust viszed, hordozod, karodon hordozod. Célis per sanctuaritas portas, az pedig azt jelenti, hogy a mennyek szent kapui többes számban. Itt még nem tudjuk megmondani, hogy a portász szó a tenorban melyiket jelenti, azt jelenti, hogy viszed, vagy azt jelenti, hogy kapuk. De azt láthatjuk, hogy itt van egy hármas viszonylatunk, szemben a szöveg többi részén a portá szavakkal kapcsolatos négyes viszonylattal. De most a négyes és a hármasnak a kapcsolata az a késő középkornak tulajdonképpen egy ilyen közhelyszerű Mária szimbóluma, a hetes számnak egy olyan fajta felosztása, ahol ugye a Szűz Mária alakja tulajdonképpen közvetítőként vagy kapuként áll a kettő között, a hármas és a négyes között. A hármas a Szent Háromság értelmű, ugye a túlvilágot jelképezi, a négyes, meg ahogy már volt szó róla, négy égtáj, négy évszak, négy elem szempontjában pedig a földi világot jelképezi, és ebben a gondolkodásban a Szűz Mária kettő között áll közvetítőként, mint egy kapu. Tehát a túlvilágból ide belép az Isten igéje, a bűnbánó ember pedig ugyanezen a kapun keresztül tud ugye a másik világba felemelkedni. Tehát bármilyen módon a hármas és a négyes szám egymás mellé van téve, az egy teljesen archetipikus Mária szimbólum ebben az időszakban. Na most akkor megnézzük a tenort. A tenor 12 hangú rövid kivágatból áll, egy gregorián kivágatból portáz szó, közben szünetek vannak, itt ez a három kis vonak a háromszori ismétlésre utal, jól tudom, hál' Istennek, most meg jól tudom. Összesen 5-ször hangzik el a tenor, tehát a folytatást nem látjuk most, mert a túloldalon folytatódik, 5-ször hangzik el a darab folyamán, 20-szor tetszettek hallani az előadásban, így az eredetiben 5-ször. Ő az a kis formula, 12 hangú formula, ami ismétlik. Na most ez egy graduáléból van, a tollite portas, principes vestas, emelkedjetek fel kapuk, vagy nyíljatok ki kapuk szövegű graduáléból van a kivágat, ott van kivágva ugye ez a kis szakasz. Jó, tehát itt teljesen egyértelműen azt jelenti, hogy kapuk.
Én mégis azt gondolom, hogy azzal, hogy a szerző ezt kivágta, kiemelte az eredeti környezetéből, és berakta a motettába, ezzel kiemelte a szónak a kétértelműségét, a szójáték lehetőségét. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy a motettában azt jelenti, hogy kapuk csak azért, mert itt azt jelentik, hanem azt gondolom, hogy ott igenis kettős jelentésűvé válik a szó, és a motettának egy nagyon fontos jellegzetessége ez a kétértelműség. Ha megnézzük közelebbről a tenort, izoritmikus motettáról van szó, a szerző ilyen jambikus módon ritmizálta a tenor hangjait, vagyis egy rövid egység, egy hosszú egység, titá-titá mondhatnánk a modern leírásban, és ilyen jambikus egységből a szünetig találunk 1, 2, 3, 4-et, ugye itt választja el a szünet két részre a tenor szólamat, és a második szakaszban pedig találunk 3-at. Ahol ugyancsak a hosszú érték helyén a szünet áll. Tehát hogy a tenor ritmizálásában is bele van rejtve ugyanaz a 4-3-as Mária szimbólum, mint ami a szövegben is benne volt. Tehát több szinten működik ugyanaz a szimbolika. Nagyon érdekes az, hogy egyébként a graduálé eredeti szövegéül szolgáló 21. Zsoltár az milyen liturgikus pillanatokban jön elő az egyházi évben. Háromszor jön elő, az egyik az angyali üdvözlet ünnepe, az teljesen érthető, hiszen az angyal jelentette meg Szűz Máriának azt, hogy az ő méhében az Isten igéje megfogana már, tehát Szűz Mária mint kapu, ennek az örömhíre itt jön elő az angyal üdvözlet ünnepén. A második az advent második vasárnapja, ami lényegében az angyal üdvözlet megismétlése, ugyanazok az olvasmányok, ugyanaz az evangélium. És számunkra a harmadik a legérdekesebb, a templom szentelési liturgia. Tehát ez a szöveg, ez a templom szentelési liturgiában is megszólal. Egy korábbi előadáson hoztam be ugye ezeket a templom alaprajzokat. Tehát valamilyen módon, különböző formában, de valamilyen módon az ókortól kezdve Vitruviusnál már kiolvashatóan, de később is a gótika végéig, sőt még a reneszánsz elején is él az a felfogás, hogy a templom épület az valahol az ember leképezése. Testi értelemben is, tehát az ember testének is valahol a leképezése, és természetesen szellemi értelemben, tehát az egész lénye értelmében az. Most itt van egy másik is, ez talán még szemléletesebb. Ugyanis én ebből azt is kiolvasom, hogy a kereszthajós templomok alapvetően három részből állnak, főhajó, kereszthajó és szentély. Most ha ebben belerajzoljuk az embert, akkor ebben a pillanatban az ember is három részből áll, és megkapjuk azt a fajta emberi test szimbolikát, ami szerintem eléggé közhelyszerű, amennyiben a fej jelképezi a szellemi valóságunkat, a szív és tüdő tájékat, tehát a mellkas, a lelki valóságot. Ugye ez a terület az, ahol a két pulzáló mozgás van, a szívnek a dobogása és a lélegzésnek a pulzáló mozgása, és ettől lefele pedig a testi valóságunk. Most, hogy az ember ebben az értelemben ugye belép egy gótikus templomba, elég furcsa így elmondani, de valószínűleg ezt tényleg valahogy így gondolhatták akkoriban is, hát önmagába lép be egy kapun. És ahogy halad a szentély fele, úgy egyre mélyebben önmagán belül halad. A késő gótinekának számtalan templomát hívják Notre Dame-nak, és hát elhoztam a legismertebbet, több okból is. Ugye ebben a kontextusban, ha azt mondjuk, hogy a templom az az embernek a leképezés, az ember önmagában lép be, akkor viszont egy Notre Dame nevű templom, tehát ami Szűz Máriának van szentelve, az még egy lépéssel tovább megy, és az magának Szűz Máriának a leképezése lesz ebből a szempontból. Tehát, hogy specifikusan egyetlen személyre szűkül ennek az egész templom szimbolikának az üzenete. Most megint csak furcsa kimondani, de szerintem akkor stimmel, hogyha egy ilyen templomba lép be az ember, akkor Szűz Mária méhébe lép be jelképes értelemben. És ugye kit talál ott? Na most, tehát én azt gondolom, hogy az a katasztrófa, ami nemrég történt a Notre Dame-mal, azt egy gótika korában élő ember egészen másképp értelmezte volna, mint mi gondolom, de ez egy nagyon óvatos megjegyzés volt csak. Ugye rengeteg cikk szól a Notre Dame-nak a kapuiról, és
ha már kapuról van szó a matetta kapcsán, akkor gondoltam, hogy azért az egyiket elhozom, de nem akarnék ebben a témában nagyon elmélyülni, tehát például a Szent Anna kapu, az lényegében a Szűz Mária életét meséli el egészen onnan, hogy portász, tehát hogy a kezén tartja Jézust, egészen addig, hogy mennyben menetel és megkorona, mennyben való megkoronázása. Tehát ez az üzenet fogadja azt, aki belép ebbe a templomba, csak hogy tisztában legyen vele, hogy mi történik akkor, hogyha ő belép ezen a kapun. És akkor ugye tovább megy a templom belseje felé, és egyébként, hogyha az elgondolásom helyes, nem tudom, hogy helyes-e, de ha helyes, akkor viszont joggal tölthet el engem némi szomorúsággal az, amikor azt látom, és Magyarországon erre van példa, hogy nagy kereszthajós templomban a mise celebrálását kihozzák a szentélyből, és itt a kereszthajóban, ha úgy tetszik, az animális szférában építenek fel oltárt, baldahinnal, és ott történik a mise szent része. Én ebben érzek valami jelképességet és valami korszakiságot is, tehát hogy a szent misztérium a pneumatikus részre, a pszichikus területre szállott alá. Hogy igazán van-e, nem tudom. A végén vitatkozzunk erről, ha van idejük. No de, késő gótika korában, ha az ember valóban elindult befelé a templomba, akkor még egy ponton útját állta egy kapu. Ez pedig a szentély rekesztőnek a kapuja volt, ami ebben az összefüggésben pont ezt az animális és spirituális teret választja el egymástól. Jelképesen az emberen belül is elválasztja ezt a két teret egymástól, és hát kérdés, hogy át tudunk-e menni ezen a kapun. Na most itt a szentély rekesztő kapujánál nő meg Szűz Mária jelentősége, óriásivá nő jelentősége. Ugye több emelet magasságú Szűz Máriát látunk, fán egy képén, a kis Jézus a karján is legalább másfél emelet, tehát ugye egy gótikus katedrálisban vagyunk, körülbelül ekkora lenne egy ember, így ekkora. Hát erről az egy képről van Ervin Panofszkinak egy hosszú tanulmánya, és abból csak egy mondatot kihoztam, mert nagyon szép, tehát hogy kiemeli ennek a szimbolikus jelentőségét. Szűz Mária alakját annak rendkívüli valósághűsége ellenére nem úgy szemléljük, mint valósághoz illesztett, valóságos személyt, hanem mint ember formában való megtestesülését ugyanannak a spirituális erőnek vagy lényegnek, tehát nincs tévedés, ezt a szót hiszem spirituális, melyet a maga építészeti kategóriájával a Szűz Máriát körülvevő bazilika is kifejez. Gyönyörű mondat, aztán nem lehet ennél jobban visszaadni. De van ezen a képen még egy furcsaság, első ránézésre hiba, hogy azt észre tetszenek-e venni. Tehát én nem vettem észre. Ezt némi megnyugtatásra közül, én nem vettem észre. Minden nézőpont mindig számolva. Ezt hogy érti? Tehát, hogy nem helyes a perspektíva? Igen. Mindig számolva látni, minden az orosztási számolva látni, csak az ukrajéti számolva látni. Igen. Én nem erre gondoltam. Ez is éjszakra sütőnap. Éjjel. Igen. De amit ön mond egyébként, most arra nem gondoltam, tehát exakt perspektívát még nem nagyon tudtak ebben az időben szerkeszteni, azt majd Brunelleschi találja ki 100 évvel később, de nem tudom, hogy ez, tehát pusztán az, hogy jelképiséget ebből le tudunk-e vonni, azt nem tudom, de hogy nem tudtak igazán jó perspektívát szerkeszteni, azt tudom. De ami szándékos, hogy éjszakról sütanak. Mert hogy a gótikus templomok ebben az időszakban kelet felé vannak tájolva, tehát a szentély az kelet felé néz, de éjszak van. Na most hát azért kell éjszakról süssön a nap, hogy Szűz Mária alakját jobbról érje. Mert hogy minden nyelvben valóban az, hogy jobb oldal, az azt jelenti, hogy jobb. Angolban is, németben, latinban is megerősítesz dolga, hogy latinban is. A jobb az jobb. De a jobb oldal szimbolika, az teljesen nyilvánvaló, de Szent Ágoston ír már erről a Jézus feltámadása utáni halfogásnál, amikor kivetteti a hálót a tanítványokkal
a csónak jobb oldalán, és ugye ott telik meg a háló 153 hallal, és erről Szent Ágostonnak van egy hosszú értekezés, hogy annak a miért kell a jobb oldalon lennie. És a jobb oldal szimbolika az annyira erős a késő gótikában, hogy még a fizika törvényeit is felül kell írja. A Szűz Mária szentsége is eleve felülírja a fizika törvényeit. Tehát ugye azt látjuk, hogy itt van egy olyan 41 néhány másodperces motettánk, és csak itt első megközelítésben is ilyen elképesztően gazdag, szerteágazó, de mégiscsak koherens és működőképes szimbólum hálózattal találtuk magunkat szembe, és nyilvánvaló, hogy a kompozíciós munkát megelőzte az, hogy a szerző ezt végig gondolni. Most mindezt persze nem kell neki végig gondolni, mert hogy ebben a korban és ebben a szimbólumrendszerben élt benne. Azt gondolom, hogy innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, és sok zenét fogok hozni, és a zenehallgatási szokásainkat is fogjuk próbálgatni. Egy kicsit teológiáról mindig lesz szó, ezt bocsássák meg, nekem azt nem tudom elkerülni, de azt hiszem a téma nem is nagyon tárgyalható másképpen, de a 20. században és a 21. században is bele fogunk nézni, hogy mi van, mert végülis az is az egyik feladat lenne, hogy a mai zenéket meg a mai kort értsük meg, vagy ennek tükrében saját magunkat. Most, mielőtt a következő előadás időpontját kihirdetném, azt szeretném kérni, hogy kérdezzenek nyugodtan, ha esetleg valami eszükbe jutott, vagy hozzászólni valójuk. Amit azzal a szóval adunk vissza, hogy szellem, tehát ugye erre nem tértem ki, hogy most ez jó szó vagy nem, vagy megegyezünk-e abban, hogy ezt használjuk. De ha használjuk, akkor a szellem a spiritusnak és a pneumának a fordítása, a lélek pedig a pszühének és az animának. Tehát, hogy ezt mi most megegyezhetünk benne, hogy így használjuk, de hogy azért az is kiderült az előadásból, hogy ezt nem mindig így használták, és nem mindig így használják. Tehát például ugye nagy vita van erről is, hogy a Szentlélek, mint terminológia, az jó-e. És vannak, akik javasolják, hogy térjünk át a Szent Szellemre. Az én véleményem az, hogy nekünk magyaroknak nem kellene áttérni a Szent Szellemre, hanem a Szentlélek az ugye egybe van írva, tehát ez egy másik szó. De nagyon itt lenne már az ideje a kritikai biblia fordításoknak, és akkor minden ilyen Pneuma Agionnál kéne legyen egy csillag, és akkor egy ekkora lábjegyzet, és... Tehát érted? Jó, amíg ezt voltam, aztán kérdést föltenem. Igen. De az is nagyon érdekes. Szóval ez is az, hogy ennél a szűzlányra kérdénk mondtál valamit, hogy amikor beljebb jutunk. És ott belül, mint hogyha a szellem lett volna. Hogy az... Ebben az egész templom alapra az, hogy is, hogyha a test, lélek és a szellem. Az, hogy ebben valami felsőbb, szóval, hogy ilyen gradualitáson bennet, és van sor is. Akkor és én is így gondolom, szóval úgy, hogy itt és a... Köszönöm. Esetleg még értés? Hát ugye úgy tudom, hogy ez a szellem lélek testbeosztás, ez az indoeurópai ősöregség. Tehát ugye az indiaiak azt nem szemlődött is. Igen. De csak hogy ennek tudatában nagyon meglepő a 869-es döntés. Tehát én nekem az nem illik bele a kép. Nem szeretném banalizálni azt, hogy észak lassítanak, és biztos, hogy ebben sok szimbolika is van. Nagyon sokat gondolkoztam azon, amikor ilyen felvél meg a festményeit nézem, meg nagyon sok festményen mindig nekünk bal oldalról, nekik jobb oldalról jön a fény. És erről beszélgettem a felekkel, és azt mondtam, hogy nagyon sok oka lehet az is, hogy a legtöbben vagyok kezes, és emiatt fest úgy, hogy a másik oldalról. Hát ehhez
Igen, egy pillanat. Van egy szakértő. Ó, nagyon kíváncsi vagyok. Igen, igen. Nem tudok valamit erről, de még sokat kell dolgozni. Meg kell olvasni a déli blokkot. Még egyszer, bocsánat. Déli blokk, mint titkos tudás. És kikutatta, és nagyon pontosan vissza lehet nézni, a Vanáink az első között volt, aki titkot használt. Ugyanez látható az összes Caravaggio képen is, tehát azért lesz az, hogy megfordul a fény, és azért lesz az, hogy minden testet kival szemből van, mert ilyen hatástechnikával tükrökkel alkották meg ezeket a képeket, és ugye a tükör az hordítja a jobbot meg a bal. De hogy akkor ez azt jelenti, hogy nincs semmi szimbolikus jelentése, csak egy technikai kérdés. Nem tudom szimbolikus jelentést adni neki, de ez egy technikai dolog. Aha. Tehát én a Panofsky írásait ismerem csak, én ezt nem ismerem, amit ön mondott, és Panofsky rengeteg adattal támasztja le a szimbolikus jelentést, de szerintem a kettő nem zárja ki egymást. Feltétlenül nem. Tehát egy szimbólum és annak a megvalósítási technikája. Mert ugye az ő írásai arról is szólnak, hogy egy nagyon erősen szimbolikus kor, tehát egy olyan kor, ahol a képnek minden részletének van valami jelentős jelentése. Mert ugye korábban a gótika előtti időben simán egymás mellé lehetett festeni egy képre olyan szereplőket, akik nem élhettek egyszerre. Tehát az nem szimbólum, az egy jelzés, az egy üzenet. És a gótika kor az szakított ezzel a fajta szemléletet, tehát a valósághűségre törekedett, de mégis ezeket a szellemi tartalmakat valahogy vissza kellett adni, és erre nem maradt más lehetőség, mint hogy szimbólummal tölteni meg minden egyes részletet. Tehát szerint nem tudom, de elolvasom, köszönöm szépen, hogyha hozzá tudok jutni. Megvan, hogy is. Uh-huh. Most megkérdezem, hogy itt most mi a lehet és hogyan tükröt használni egy képelkészítésekből, hogy mi használ tükröt? Ez egy technika volt, ez egy nagyon tipikus technika volt, ugye, mert addig azt megelőzően a gótikában semmilyen valóság, illetve távol volt a valóságtól az ábrázolás, ez egy elképzelés után csinálták. És aztán ugye hirtelen elkezdtek törekedni arra, hogy mindig a valóságtól képet tudjanak készíteni, és ehhez ugye eszközöket próbáltak használni. És hát a Fermer vagy a Vanáink az első között volt, egyébként az Almanfini házaspárnak ismerik azt a képet. Igen, és ott van egy tükör hátul. A hátul van egy ilyen dolgok, és ott telepedik tulajdonképpen a meg, hogy elmondja, hogy ezt így csinálja, hogy ő ezt használja, de egy nagyon tipikus eszköz volt, tehát akkor egy ilyen tükör az egy kincs volt. Tehát arcot is úgy festettek szimmetrikussá, hogy a tükrök használják? Nem, hát akkor nagyon tudott, hogy ezzel a technikában nagyon életű és nagyon platformásokat tudtak visszaadni, tehát nem egy olyan idealizált jelenkép volt a középkorban, hanem hirtelen megtörténik élettel. Azt nincs értem, hogy hol volt a tükröt, nem az, vagy ilyen fölözözöm a kérdéseket, hogy itt van a vászon, festek, és akkor itt a tükröt maradnak, és ott van hát a mögöttül a modell, vagy valahogy így tudom. Nem, én úgy értettem, hogy a vászon, ha merőlegesen rakja rá a tükröt, tehát hogy például ha nagyon szép, szimmetrikus dolgokat akar festeni, akkor... Azt értettem, de hogy úgy van, hogy jól gondolja. Ehhez ismernem kéne azt a művet, úgyhogy majd felírnám a végén, jó, hogy megy. Jó, köszönöm szépen. Még esetleg Márki, nagyon jó beszélgetés alakul itt ki. Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és a következő alkalom október 19, azt hiszem, nagyon optimista voltam, hogy én erre emlékszem fejből, de tessék megnézni a BMC honlapját, azon biztosan rajta van, az biztos, hogy szombati nap és 4 órakor itt a könyvtár. Köszönöm szépen a figyelmet!